Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Egy nagyon-nagyon jó hírrel tudok szolgálni most itt a B-terv közösségnek, meg az önellátóknak. Egy nagyon-nagyon pozitív támogatást kaptunk, és egy megállapodás született itt egy bio nagyker üzletházzal. Még a nevük is ugye az, hogy bio, nem tudom hányan ismeritek. És tárgyaltam a vezetőjükkel, és nagyon-nagyon tetszik nekik a bter.net közösségi oldal, a független közösségi oldal ötlete, és mondták, hogy bármiben, amiben tudnak támogatni, akkor nagyon szívesen a rendelkezésünkre állnak. Na most, hogy amit mi kitaláltunk, az egy kedvezményes vásárlási feltétel lehet, de először inkább elmondom, hogy mi az, amit mielőtt a részletekre térek, először elmondom, hogy mi az, ami miatt fontos ez a dolog. Azon túl, hogy bárki mondhatná azt, hogy ez egy marketing fogás, igen, ez nagyon jó mindenféleképpen abból a szempontból, hogy inspirálni tudja az embereket arra, hogy a B-Termet közösségi oldalban bejöjjenek, használják. Több előnye van, többek között ez is, hogy az emberek megismerik az oldalt. Lényeg az, hogy ma már ott vagyunk, hogy olyan a helyzet a világon és Magyarországon is, hogy alapvetően a multik leuralják az áraikkal a piacot, legfőképpen az élelmiszerpiac, ami minket érint. Az, hogyha akarsz olyan árban vásárolni minőségi ételt, akkor neked el kell menni a különböző multi bevásárló láncokba, és akkor még talán elviselhető áron tudsz kapni olyan ételt, ami alapvetően igazából nem tudjuk, hogy hogyan készült, mik a források, a mindenféle génkezelt, búzából készített, rovar adalékokkal fűszerezett élelmiszereket tudod megvenni ott, hogyha annyi pénzed van, csak hogy nem tudsz egy bio termelőtől, vagy egy jó minőségű élelmiszer láncból, vagy boltból venni magadnak mindennapi élelmiszert. És a másik pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy itt önellátó kosárközösségi láncot szeretnénk létrehozni. Amilyen problémával én találkoztam nagyon-nagyon sok esetben, hogy nagyon-nagyon sokan, akik így önellátással foglalkoznak, és termelnek valamit, csinálnak valamilyen terméket, mindig abba a problémába ütköznek, hogy nem tudják, hogy hol adják el, nem tudják, hogy hogy reklámozzák. Ez egy nagyon nagy befektetés, cég, engedélyezések, tömkelege az, ami megakadályoz az embereket abból, hogy mondjuk csinál egy nagyon jó minőségű szappant, vagy egy szörpöt, vagy gyógynövényeket árul, mindenféle ilyen termék, ami megszületik így a kis közösségekben, azt alapvetően eladhatóvá tudjuk tenni így a bio áruházláncon keresztül. Hát fel kell venni a kapcsolatot majd a weboldalukon, ez a bio.hu weboldalon a B-tervre hivatkozva föl lehet keresni így az áruházat, hogy van egy nagyon jó termékem, itthon csinálom, minőségileg teljesen megüti azt a szintet, hogy eladható lenne, de nincsen pénzem az engedélyezésekre, stb. Szóval ebben is tudnak segíteni. És ez egy óriási dolog, hogyha ezt át tudjuk hidalni így az üzletnek a segítségével, hogy alapvetően te tényleg otthon valamit meg tudsz termelni, padlizsánkrém, pástétom, bármi olyan dolog, ami egy jó minőségű termék, kolbászkrém. Múltkor volt egy olyan ismerősöm, aki első osztályú vegán kolbászkrémet csinálnak, és a NAV kiment hozzá, és úgy háztól adták el, hát iszonyatosan finom volt, én is ettem. Aztán a NAV kiment, és akkor szépen megbüntette őket ilyen milliós tételre, hogy hogyan merik ők ezt csinálni, hogy csak így háznál egy zseniális dolgot csinálnak, és akkor így ezt így eladják. Szóval itt ezeket a dolgokat keresztül tudjuk lépni,
És akkor egy olyan kedvezményt kaptunk így a mi Béter.net közösségi oldal használók, hogy aki a Béter közösségi oldalon regisztrál, akkor ő tud 15% kedvezménnyel vásárolni mind a bio.hu-nak a webáruházából, mind pedig személyesen az üzletben Budapesten, hogyha valaki arra jár és be akar menni, akkor ott ki tudja kérni a B-terves kártyát, és 15%-ban tud vásárolni. Ha valaki pedig mondjuk úgy, hogy VIP felhasználó, ami azt jelenti, hogy legalább egy éves előfizetést megelőlegez így az oldalnak. Ez nagyon fontos dolog, mert szeretnénk fejleszteni az oldalt, és minél több pénzt áldozni arra, hogy itt minél minőségibb legyen az oldal, tehát hogyha ha van bevétel, akkor abból tudunk nem csak a fenntartásra, hanem komolyan fejlesztésre is költeni. Mielőtt bárki gondolná, nem veszünk ki semmilyen pénzt az oldalból, és abszolút minden megy vissza az oldalfejlesztésre. Tehát itt, hogyha valaki azt gondolná, hogy a megélhetésünket akarjuk ezzel csinálni, létrehozni, akkor ez nincs így. Majdnem 2 éve indult az oldal, és nem veszünk ki belőle pénzt. Tehát ingyen dolgozunk, a Szilárddal, akik ebben részt vesznek, mind ingyen csinálják 1,5 éve ezt a munkát, és itt az oldalfejlesztésről van szó. Tehát akkor itt van egy 15%-os kedvezmény, meg az éves előfizetőknek van egy 20%-os kedvezmény, ami a 20%-os kedvezmény, ez azt jelenti, hogy te olyan áron vásárolsz a bio üzletházban, mint ahogy bemegy egy bármilyen cég, egy biobolt, és megveszi, és utána viszont eladói áron ő eladja. Tehát teljesen nagy áron tudsz vásárolni, magánszemélyként is. Tehát erre kaptunk egy ilyen kedvezményt, és most el is mondom, hogy hogyan fog működni a rendszer. Egyébként a webáruháznak a kiszállítás, országos szinten szállítanak ki, ha 15 ezer forint felett vásárol valaki, akkor ingyenes a kiszállítás is. Úgy fog működni a történet, hogy minden hónapban frissítünk egy jelszót. Ezek a jelszavak lesznek azok, lesz egy 15%-os csoport, tehát hogyha belépsz itt, regisztrálsz a Béter.net közösségi oldalon, akkor be tudsz lépni a Biobolt 15, és azt hiszem Biobolt, Biobolt a csoport neve, és van egy Biobolt VIP nevű csoport, akkor ez egy zárt csoport, oda azokat hívjuk meg, akik éves előfizetést választanak a belépéskor, vagy bármikor a folyamatban, hogy benn vannak, akkor ők egy éves, akkor őket egy zárt csoportba rakjuk be, és akkor mind a két csoportban megadjuk a megfelelő havi, mindig frissítjük a havi jelszót. Na, most ez úgy működik, hogy ha webáruházban akarsz vásárolni, akkor fölmész a bio.hu-nak az oldalára, és a weboldalára, a webáruház oldalára, csinálsz egy regisztrációt, nagyon-nagyon egyszerű, végigmentek a regisztrációt, aztán amikor a regisztrációt megcsináltad, akkor van fönt egy saját fiókod, ott van a neved, ott van egy kis nyíl, azt lenyitod, és akkor ott van, hogy VIP flotta, azt hiszem. Arra rákattintasz, és akkor ki fog jönni egy olyan oldal, ahol be kell írjad az aktuális havi jelszót, ami egyébként minden hónapban el fog avulni, tehát hogy elavul a jelszó, mert mindig jön új, és akkor amit vásárolsz, az automatikusan 20%-ot le fog belőle vonni. Hogyha ezt az üzletben szeretnéd megtenni, akkor pedig elmész Könyves Kálmán körút, talán ahol vannak ott az állatkert közelében, ott a híd alatt van ez a óriási nagykert. Ha oda akarsz elmenni személyesen, akkor pedig bemész a portal, vagy egy ilyen recepció van, megmondod, hogy a B-terves kártyát szeretnéd kikérni, ő meg fogja kérdezni a jelszót. A jelszó alapján ő tudni fogja, hogy te 15-ös vagy 20%-os vásárló vagy,
és akkor oda fogja neked adni a kártyát, bemész vásárolni, a kasszánál lehúzzák a kártyát, fizetsz egy nagy kér árat, és akkor utána a kártyát visszaadod a recepción, és visszakapod azt a depozitot, amit adtál a kártyáért. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy óriási dolog, mert ki tudjuk, ezzel el tudjuk érni azt, hogy mondhatjuk azt, hogy olyan áron vásárolsz, mint egy multinál, de meg tudod venni a legminőségibb árukat élelmiszerben, amit esetleg nem tudsz megtermelni. Ugye mindenki azért ezzel úgy van, hogy van, amit termelünk, de hát ez az önellátás, pláne egyéni szinten ez még egy elérhetetlen történet, de törekszünk rá, amit meg akarsz venni máshol esetleg, akkor ezt tudod, hogy mondjam, használni. Tehát regisztráljátok be a Better.net közösségi oldalba, és akkor ott meg tudjátok nézni, be tudtok lépni először a 15-ös csoportba, ha valaki választ egy 20-as, 100, vagy egy egyéves előfizetést, akkor ír a support e-mailünkre, és akkor mi őt betesszük abba a zárt csoportba, ahol a 20%-os jelszó van, és akkor tudtok vásárolni. Hát ez egy őrült nagy támogatás, én úgy gondolom, pláne az a kezdeményezés, hogy itt például az eladást tudjuk segíteni. Tehát, hogyha itt létrejönnek Magyarországon ezek a kosárközösségi láncok, rendkívül sokan lesznek olyanok, akik valamit csinálnak, valamit termelnek, nagyon-nagyon minőségi, de hát ő nem fog piacra járni, ő nem fog, lehet, hogy nincs ideje, lehet, hogy nincsen pénze befektetni olyan engedélyezésekre, ami szükséges lenne ahhoz. Ebbe az esetben pedig akkor föl tudjátok venni a bio áruházzal a kapcsolatot, és akkor megnézik majd az árut, a minőséget, és akkor utána ki lehet találni, hogy hogyan lehet ezt majd országos szinten eladni. Tehát ez egy akkora segítség, mivel nekik van egy országos kiszállításuk, te be tudod tenni a terméketet az áruházba, ők pedig eladják. Tehát itt nagyon sok évi kosárközösségi fejlesztési munkát tudunk meglépni egy lépésben, de nagyon nagyban tudjuk segíteni azokat az embereket, akik itt-ott vannak, és igazából ők szeretnének elindulni ebbe az irányba, akár a megélhetésükké tenni és lecserélni a munkájukat. Szóval én nagyon-nagyon örültem annak, hogy itt a Márk barátommal ki tudtuk találni ezt a történetet. Ugye a Bionak ő az igazgatója, és nagyon-nagyon pozitív volt. Én már körülbelül 10 éve oda járok vásárolni olyan dolgokat, amiket egyrészt nem is lehet megkapni máshol, tehát ugye én vega vagyok 33 éve, szóval itt nekem elég sok olyan dolog van, ami mondjuk ilyen vegán dolgok, amiket szeretnek a gyerekeim is, vegán kolbász, ilyen kuriózum, bemész egy bioboltba és horror áron kapod meg, na ott be tudsz menni, és akkor egy nagyon normális áron lehet vásárolni ezeket, szóval így kitaláltam azt, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk erre az egész rendszerre egy ilyen dolgot. Szóval, hogy így segíteni az embereket, hogy minőségi élelmiszerhez jussanak majd normális áron, és természetesen tudjuk segíteni akkor ezzel azt, hogy az emberek lelkesedést kaphatnak azzal kapcsolatban, hogy akár amit ő eddig otthon csak a barátoknak csinálta, akkor ezzel úgymond kimehet a piacra, és akkor eladhatóvá teszi a saját termékét. Szóval kérlek, akik nézitek ezt a videót, ez ki fog menni majd a Facebook 125 ezeres csoportba is, az adminisztrátoraim oda is be fogják majd tenni. Tehát akik nézitek a videót, akik elolvassátok a részleteket, majd a részleteket le fogom írni a videó alá is, és akkor ezt lehet mindenhol osztani azoknak az embereknek, akik erről még nem tudnak, akkor ezt mindenféleképpen mindenkihez el kell juttatni, a videót és a feltételeket. Most, hogyha valaki semmi másért is nem akar, tegyük fel, most mit tudom én, Better.net közösségi oldaltag lenni, akkor is, hogyha bejön, legalább inspirációt kap arra, hogy bejön az oldalba, megnézze milyen, és akkor itt van havonta egy 1000 forintos előfizetői díj, amiért cserébe, hogyha valaki, tegyük fel, élelmiszert vásárol, egy X üzletben elkölt havonta 60-80 ezer forintot élelmiszerre, akkor ennek az X százalékát meg tudja spórolni, már jobban járt. Tehát, és akkor minőségi ételt teszik.
Szóval remélem, hogy ez inspirált benneteket. Én nagyon-nagyon örültem ennek a dolognak, hogy ez egyáltalán ilyen segítséget tud valaki adni annak a törekvésnek, amit mi is próbálunk itt létrehozni. Remélem előre jutunk ezzel. Szóval aki még nem bater.net közösségi oldaltag, az regisztráljon az oldalon, és nézzétek meg a részleteket. Szerintem egy zseniális dolog. Szép estét mindenkinek!